Az elmúlt év októberében a Magyarország-Dánia válogatott mérkőzéssel mutatkozott be a rögbi Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A mándoki találkozót követően a szervezéssel maximálisan elégedett szövetség vezetői ígéretet tettek arra, hogy a sportág 2017-ben visszatér a városba. Március 26-án két korosztályos válogatott mérkőzés rendeznek a már kiemelt versenyhelyszínként számon tartó sportcentrumban. A 16 és a 18 évesek válogatottjának ellenfele Kárpátalja hasonló korú válogatottja lesz. Mint a szövetség elnöke a Megyeházán tartó sajtótájékoztatón elmondta, több szempont is közrejátszott az ellenfél választásban. Kárpátalja a szomszédunk, Ukrajna egyik jelentős megyéje területe, ott kell lenni, segíteni kell most, de furcsa helyzet, valamikor most ők tudnak segíteni, hiszen a kárpátai rögbi válogatott magyarországi fellépése azt is jelenti, hogy tényleg az az igyekezet és tudás, ami Ukrajnában és Kárpátalja rögbiben földgyűlöm lett, azt most megláthatjuk utánpótlás szinte, hogy mire elég. Nagyon érdekes, és ez szívszorongató is, meg szép dolog is, és érdemes van esetleg megnézni. Vannak olyan magyar települések, ahol gyerek rögbi csapatok vannak. Színmagyar település, színmagyar rögbi csapat, és ha átjönünk a határt, itt bizony nincs rögbi. Tehát egy érdekes helyzet állt elő, hogy Ukrajnában, Kárpátán van magyar rögbi csapat, Kelet-Magyarországon nincs, és szerintem ebben is segíthetnének a kárpátai barátaink, hogy ezt a sportágat segítsenek meghonosítani itt ezen a területen. A Tisza Trophy elnevezésű rendezvény támogatói szerződését a sajtótájékoztató keretében írták alá. Kelet-Takarék Szövetkezet az egészséges életmód és a sport elkötelezett támogatója. Több fronton vizsgáljuk ezt a szokásunkat, próbáljuk ezt a hagyományunkat népszerűsíteni. Ebbe abszolút belefér ez is, hogy most ezt a feltörekvő sportágat támogassuk. Március 26-án vasárnap 11 óra 30-tól a 16 évesek, 13 órától pedig a 18 évesek lépnek pályára Mándokon. A tervek szerint ősszel egy Szlovákia elleni válogatott meccsnek is otthont ad majd a határmenti város.